Sziasztok! A mai videóban ezt a gyönyörű szép csillagot fogjuk elkészíteni. Hát egy picit nagyra sikeredett, de azt gondolom, hogy tökéletes dísze lesz a karácsonyfának. Ha úgy érzed, hogy tetszik és szeretnéd elkészíteni, akkor maradj velem és csináljuk meg együtt! Kezdjünk is hozzá. Arra gondoltam, hogy első körben most jelmagyarázattal indítanék. Sajnos nem tudok feliratot írni a videóra, de szeretnék ezzel is segíteni annak, akinek esetleg nem látja azt, hogy mit is kell csinálni. Ezért úgy gondoltam, hogy egy komplett jelmagyarázattal jönnék nektek, hogy lássátok, hogy hogyan épül fel ez az egész. A kezdési pont innen indul, látszik, gyönyörű szépen látszik, ez az egyes pont. És mivel itt egy kör van, ezért én azt gondolom, hogy ez egy varázsgyűrű. A varázsgyűrűben készít 12 darab rövid pálcát. Ezután, itt látjátok, itt a kettes fog jönni, ez a kettes sor, 3 darab láncemet emel felfelé, és itt nagyon szuper jól írja, hogy 5-5-5, ez azt jelenti, hogy a köztes részekben ez a rész 5 darab láncem. Az 5 darab láncem után lehúrkol egy egyrehajtásos pálcát a kezdeti ponttól számított második rövid pálca tetejébe. Majd megint 5 darab láncem, megint egy rövid pálcát alul kihagy, és lehúrkol egy egyrehajtásos pálcát. És ezt 6-szor kell megismételni, vagyis ennek a csillagnak 6 ágú lesz a végeredménye. Ezután jön a harmadik sor lényegében, ami rövid pálcákkal fog indulni, elindul a kezdeti pontról, ugye visszajöttünk ide a láncszemekkel, 5 darab láncszem a vége, zárom a kezdeti ponttól, és elkezdek rövid pálcákat készíteni. 7-es darab rövid pálcát kell készíteni minden egyes 5-ös láncszemnek a tetejébe. És én azt gondolom, hogy mivel itt a köztes részben nincs semmi, ezért oda csak egy kúszószemet tesz. 7 darab rövid pálca, egy kúszószem. 7 darab rövid pálca, egy kúszószem. Ezután jön a negyedik sor. A negyedik sorban, mint látható, elég sok láncem van. 5 darab láncemet készítünk itt kezdeti pontnak, de előtte 1, 2, 3 rövid pálcát beljebb kúszunk, és ezért volt itt 7 darab rövid pálca, mert a középpontjába kell dolgozni. Szóval a középpontból indulva a negyedik rövid pálcából 5 darab láncem, majd készít ugyanebben a láncemben még 2 darab 3 ráhajtásos pálcát. Ezután itt ez nagyon jól írja megint csak, 10 darab láncszemeket készítünk, és megkeressük megint ennek a 7 darab rövid pálcának a középpontját, a negyediket. És ide megint készíteni kell, most nem látom pontosan, hogy ez két ráhajtásos, egy pillanat mindjárt ránagyítok, lehet, hogy két ráhajtásos pálca? 1, 2. Jaj, ez itt két ráhajtásos pálca, bocsánat, akkor rosszul mondtam. Szóval az 5 láncem után két ráhajtásos pálcát fog készíteni. 3 darabot, és minden egyes ilyen 3 darab két ráhajtásos pálca után jön megint 10 darab láncem. Majd megint 3 ráhajtásos és 10 darab láncem. Jó, véget ér ez az ötödik, vagy ez a negyedik sorunk. Most itt mutatja nagyon jól, ez lesz az ötödik sor. Az 5 darab láncszemnek a tetejében megint készít 5 darab láncszemet és két ráhajtásos pálcát, ami azt jelenti, hogy az első láncszembe dupla, a másodikba dupla, és a harmadikba úgy szintén dupla. És itt pedig megint 10 darab láncszem van, ami azt jelenti, hogy itt most ennél nagyon figyeljetek oda, mert itt még nem kell lehúrkolni. Ezt a felsőt fogjuk ide lehúrkolni, hogy a 3-at egyszerre behúzza. Szóval itt még csak simán egyszerűen készít 10 darab láncemet, majd minden két ráhajtásos pálcának a tetejébe készít 2 darab két ráhajtásos pálcát, a középsőnél viszont 5 darab láncem van középen. Itt 5 darab láncem. Majd megint jön 10 darab láncem, egy pár két ráhajtásos, egy pár két ráhajtásos, a köztes részben 5 láncem, és egy pár két ráhajtásos. Aztán megyünk tovább, és most jön a 6. sor, ez kicsit visszamegyek, így. Ez már kicsit érdekesebb, mert itt is 5 darab láncemmel indul, ugyanebben a láncemben, ugye itt van egy láncemsor. A következő két ráhajtásosnak a tetejében megint készítünk egy két ráhajtásost.
Nem duplázunk, sima, szimpla, kétrehajtásos fog jönni a tetejébe. És az utána lévőbe, ahol öt láncem van a kétrehajtásos között, itt is csak az első szárba, csak sima. Majd ezután jön a középsőbe, ahol öt láncem volt, három darab kétrehajtásos, megint öt láncem, és három darab kétrehajtásos. Ezután minden szárba egy darab kétrehajtásos. Nincs duplázás, nincs triplázás, simán a tetejébe egy darab kétrehajtásos. És itt jön az a trükk, hogy hat darab láncem után összehurkolom ide középre, szinte azt mondhatni, hogy a hármat egybe kapcsolom. Itt összehurkolom ezt, alányulok itt a tízes láncemnek, és fölhurkolom ide. És utána megint jön hat darab láncem, majd folytatódik, egy, kettő, három darab kétrehajtásos a tetejébe, a középrészbe, ahol öt van, három, öt láncem, három kétrehajtásos, majd a végén megint három kétrehajtásos, aztán jön megint a hatos, a visszahurkolás és a hatos láncem. Jó, ez volt a hatodik sor, és most jöjjön a hetedik sor, ahogy látom, itt sima, egyszerű lehurkolással fejezi be, és utána pedig hat darab láncemet indít. Minden nagyon-nagyon jól mutatja mindig, hogy mennyivel indítja el. Hat darab láncemmel. Majd ide a középpontba, ide készít 1, 2, 3, 4, 5 darab kétrehajtásost, 5 darab láncemet, 5 darab kétrehajtásost, és úgy szintén 6 darab láncem ide az végpontba, ahol az utolsó kétrehajtásos volt az előző mintánál, egy középrészben úgy szintén 6 darab láncem, és megint jön a 6 darab láncem, és ez a nagyon-nagyon sok kétrehajtásos közte 5 darab láncemmel, és így megy tovább folytatólagosan. És jön a nyolcadik sor. A nyolcadik sorban megint csak simán lehúrkol, és 12 darab láncemet készít felfelé. És ezután megint jön 5 darab kétrehajtásos ebbe a középpontba, 5 darab láncem, 5 darab kétrehajtásos, és megint 12 darab láncem, majd 12 darab láncem, és megint jönnek ezek az kétrehajtásosok végig-végig. És a kilencediknél a legutolsó sorban rövid pálcák, mindenhol, egyedül ennél a mintánál, itt pikók. Eljövök az utolsó pontig, amikor elkészíteném ezt a csillag hegyét lényegében, és az első hegy elején jön egy pikó, majd kettő darab rövid pálca, megint egy pikó, kettő darab rövid pálca, megint egy pikó. És így halad végig, hogy ezeken a pontokon pikót készít. Ezután keményítés és forma elkészül. És megmutatom, hogy fog kinézni, mert van egy kép itt fent a sarokba. Így fog lényegében kinézni, ha elkészül. Remélem, hogy így azért kicsit érthető volt. Most megpróbálom nektek teljesen megmutatni a képet, hogy ki lehessen nagyítani. Így. És akkor most jöjjön az, amit én ugye szoktam kézzel csinálni. Amire szükségünk lesz, mindenképp egy horgolócérna, és egy horgolótű. Én most egy kettest fogok használni, és ehhez hozzá illő tűt. Korábban mindig az egyest használtam, csak azzal annyira nehéz dolgozni, hogy a kezem nem bírja olyan jól, ezért most átváltottam erre a cérnára. Látjátok, ez picit ilyen vastagabb, ezzel kicsit kényelmesebb dolgozni. Kezdjünk is neki. Szóval, mint mondtam, varázsgyűrűvel fogunk indítani, a varázsgyűrűbe pedig 12 darab rövid pálcát fogok készíteni. Na. Így. Ezután összehúzom az elejét a végével, majd készítek felfelé három darab láncemet. Ja, nem, várjunk, először is összekapcsolom az elejét a hátuljával, mert kicsit előre rohantam. Oké, és most jön három darab láncem.
Jó, a három darab láncem után, mint mondtam, jönni fog 7 darab láncem. 1, 2, 3, 4, 5, nem, bocs, 5, 5 darab láncem. És utána kihagyom az első láncemet, itt lent, a rövid pálcánál, a tetejét, és a mellette lévőbe fogom letenni az egyráhajtásos pálcámat. Majd jön megint 5 darab láncem, 1, 2, 3, 4, 5, majd úgy szintén kihagyok egy szemet, és a mellette lévőbe úrkolom le az egyráhajtásos pálcámat. Megint 5 láncem, 1, 2, 3, 4, 5, mellette lévőbe teszem le, kihagyom az elsőt, a mellette lévőbe pedig leteszem. Megint jön 5 láncem, 1, 2, 3, 4, 5, kihagyok egyet, és a mellette lévőbe leteszem. 5 láncem, 1, 2, 3, 4, 5, kihagyok egyet, és lehúrkolom. És ha jól csináltátok, akkor 2, 4, 5-nek kell lenni így, és most jön az utolsó 5 láncem, 1, 2, 3, 4, 5, és a hatodik ezzel fog kialakulni. Leszámolom az első 3 láncemet, ami a kezdés volt, 1, 2, 3, és ide ennek a tövébe fogom letenni. Egy kúszó szemmel. Ezután jönni fognak a rövid pálcák. Egy darab hurokba 7 darab rövid pálcát fogok tenni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. És utána ide, ebbe a részbe, hogy ne legyen magasítás, itt csak egyszerűen kúszok egyet. Így. Megint megyek egy lukkal arrébb. Sima rövid pálcával, de látjátok, itt közte nem olyan magas, mint például itt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Megint lehurkolom ide. Így. És így megyek egészen az utolsó hurokig, hogy körbe 7 darab rövid pálcát beleteszek. Miután megvan az utolsó 7-es, ezt is ide le fogom hurkolni, és utána kúszó szemmel be fogok menni a negyedik láncszemig. Ez ugye ez az első, 3-3-at kúszok oldalra, 1, 2, 3, és a negyedik ponttól fogom elkezdeni csinálgatni a többit, ide már csak rövid pálcával. Most emelek felfelé 5 darab láncemet, 2, 3, 4, 5, és ugyanebbe a láncembe készítek 2 darab kétrehajtásos pálcát. 1, 2, 3, még egyet. 1, 2, 3. Meg vagyok ezzel. Most jönni fog 10 darab láncem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Átjövök ide, itt is megkeresem a negyedik láncemet, 1, 2, 3, 4, és ide készíteni fogok 3 darab kétrehajtásos pálcát. 1, 2, 3, 10 darab láncem, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, és jön megint 1, 2, 3, 4 ide. 1, 2, így van. Kétrehajtásos pálca, 3 darab, 1, 2, 3,
és így fogok haladni egészen a sor végéig. Jó, miután megvan a 10 láncem, belecsatlakozom ide a harmadik láncemnek, 1, 2, 3 a tetejébe. És itt megint, vagyis nem, bocsánat, itt az ötödik volt, akkor rosszul. 1, 2, 3, 4, akkor egészen ide magasan kell csatlakozni, mert ugye itt 5 darab láncem volt. És úgy szintén 5 darab láncemmel fogjuk folytatni. Szóval emelek felfelé 5 darab láncemet. 1, 2, 3, 4, 5. És ide, ahol ez az egyrehajtásos pálca helyettesítő van, ide rakni fogok kétrehajtásos pálcát fogok ugyanebben a láncembe rakni. A mellette lévőbe jön egy fél kétrehajtásos, így, mert ugye ezek párba vannak most. Egyik felét most megcsináljuk, 5 darab láncemet emelünk, 2, 3, 4, 5, és ugyanide megint jön egy kétrehajtásos. Ez így lesz egy pár. És a mellette lévőbe pedig megint egy pár kétrehajtásos. Mindjárt mutatom, hogy hogyan néz ki teljesen. 1 és 2. Szóval, itt van nekem 2 darab kétrehajtásos, ugye a láncem sorral indult, a középsőbe 1 darab kétrehajtásos, 5 darab láncem 1 darab kétrehajtásos, és az utolsóba úgy szintén 2 darab kétrehajtásos, és most jön 10 darab láncem, amit még nem hurkolok sehova, csak simán 10 darab láncem, 7, 8, 9, 10. Ezután átjövök ide, és kétrehajtásos párt készítek az elsőbe. Ugyanaz a menet, ami a legelsőnél. Ide egy kétrehajtásos pár. A középsőbe egy kétrehajtásos egyelőre fél, mert a másik fele az 5 láncem után jön. 3, 4, 5 darab láncem. És megint egy kétrehajtásos középre. És a két szélén, mint itt egy dupla, itt is egy dupla kétrehajtásos párca fog jönni. Dupla kétrehajtásos. Jó, és jön 10 darab láncem. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. És így folytatom tovább a végéig. Elkészül a 10 darab láncem, és úgy szintén becsatlakozom az 5-ös láncemnek a tetejébe. Így. Oké. Jó, megint emelek felfelé 5 darab láncemet. 5, viszont most a 10-es láncem helyett egy összehurkolt 6 darab láncem fog következni. Hogy is néz ez ki? Első láncem ennek a folytatása. A következőbe készítek 1 darab kétrehajtásost, úgy szintén a pálcának a tetejébe. Ennek a folytatása. A következőbe úgy szintén készítek 1 darab kétrehajtásost, ennek a folytatásába. Majd ezután ide az 5-ösbe először jön 3 darab kétrehajtásos, 1, 2, 2, 3, 5 darab láncszem, majd megint 1, 2, 3, ugyan ide, ebbe a részbe. És ezután megyek tovább a következő kétrehajtásosoknak a tetejébe. Egyet a tetejébe, következőt megint a tetejébe,
És az utolsót megint a tetejébe. Na és itt jön most egy nagyon érdekes dolog. Ugye, amit mondtam, az összekapcsolás. 6 darab láncem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. És most egyszerűen ide alulra hurkolok, ide. Nem számolok szemeket, semmit. Egyszerűen itt alul fogom áthurkolni a következő rövid pálcát. Így. És itt megint 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Így. És megyek tovább kétrehajtásos, az elsőbe, kettő, három, kétrehajtásos a másodikba, egy, kettő, három, kétrehajtásos a harmadikba, majd bele ide három darab kétrehajtásos, kettő, három, öt darab láncem. Egy, kettő, három, négy, öt. Majd folytatódik tovább. Három darab kétrehajtásos. És a háromnak a tetejébe. Elsőnek. Másodiknak és a harmadiknak. És jön megint 6 darab láncem. 1, 2, 3, 4, 6, lehurkolok, és összehúzom. És megint 6 darab láncem. 2, 4, 5, 6. És így folytatódik egészen a sor végéig, már egész szépen kezd kialakulni a kis hegyek, ahol ki fognak alakulni majd a csillagnak az ágai. Végéhez értem az utolsó 6 láncemnek, lehurkolás után, majd jövök ide az 5. láncem tetejébe megint, összehúzom egy kúszószemmel, és innentől kezdve van az, amikor nem csak mindjárt gyors leszámolom, 3, igen, innentől kezdve jön, amikor 6 láncemeket fogok fölfelé emelni. Itt most nem jön láncemsor, hanem 6 láncemet fölemelek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, na, 6, így van, bejövök ide középre, ide készítek az egyik oldalra 5 darab kétrehajtásos pálcát, 1, 2, 3, 4, és 5. 5 darab kétrehajtásost, 5 darab láncemet, 1, 2, 3, 4, 5, és megint 5 darab kétrehajtásost a másik oldalra. 1, 2, 3, 4, és 5. És most jön 6 darab láncem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, és ezt a 6 láncemet ide fogom lehúrkolni. Egy kúszószemmel. Megint jön 6 láncem. 2, 3, 4, 5, 6. Ez pedig ide a túloldalra. És megint jön 6 darab láncem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. És kezdődik előről az 5 darab kétrehajtásos. 1, 2, 3, 4, 5, 5 darab láncem, jaj, na, lejött, még egyszer,
5 darab láncszem, 1, 2, 3, 4, 5, és a túloldalra is 5 darab kétrehajtásos. 1, 2, 3, 4, és 5. És jönnek megint a 6 darab láncszemek. 6 darab láncszem lehurkol, 6 darab láncszem, 6 darab láncszem, és így tovább. Az utolsó résznél elkészítem a 6 darab láncszemet, lehurkolok ide, és itt nagyon fontos, hogy úgy kapcsolom össze itt ezt a két részt, hogy nekem középre kell beérnem. Ezért azt fogom csinálni, hogy emelek felfelé 3 darab láncszemet, majd egy egyrehajtásos pálcával középre bestartolok. 1, 2. És így lesz meg lényegében nekem az a 6 darab láncem, amiből majd el fognak kezdődni, kiindulni a 12 darab láncemek. Most készítek felfelé 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, és ide a sarokba, ide fognak jönni a kétrehajtásos pálcák. Kétrehajtásos pálcából jön 5 darab megint. 2. Ez egy jó nagy csillag lesz. 3. 4. Jaj. Akinek ez óriási nagy, az csinálhatja egyrehajtásos pálcákkal is. Itt a minta szerint ugye kétrehajtásos van. De tényleg, hát már most ekkora, és még van két sor hátra. Hát jó nagy lesz. Jön 5 darab láncem felfelé, 2, 3, 4, 5, majd megint jön 5 darab kétrehajtásos a sarokba. 2, három, négy, és öt. És jön megint 12 darab láncszem. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jó. És most pedig meg kell keresnünk a középső, ugye volt itt egy hatos, volt itt egy hatot, és volt itt is egy hatosunk. Most ennek a hatosnak a közepét kell megkeresnünk, és egyszerűen lehurkolni. Csinálhatjátok csak simán naturba bele is, mert ugye nincs kifejezetten középpont, mivel 6 darab láncem volt, ezért ja, észszerűbb bele csinálni. És megint jön 12 darab láncem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Majd jövök megint ide föl. 5 darab kétrehajtásos. 1, 2, jaj, 2, 3, 4, 5, és 5 darab láncszem. 1, 2, 3, 4, 5. Megint 5 darab kétrehajtásos. 4, és 5. És folytatódik tovább. 12 darab láncszem, lehurkol középre, és jön megint a csúcs rész.
végéhez értem a sornak, és ugye itt van most ez a különleges helyzet, hogy a 12 láncemet hova hurkoljam be. Elkészül a 12 láncem. 7, 8, 9, 10, 11, 12, és ezt a 12 láncemet nekem ezt ide, középre kell lehurkolnom. Így. Ebbe bele. És így lesz meg lényegében azt, hogy a kezdeti pont is, és az összes többi pont mindenhol egységesen stimmelni fog. Most ugye rövid pálcákkal fogjuk folytatni. Ebbe a részbe készítek 12 darab rövid pálcát. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, majd folytatólagosan minden egyes láncemnek a tetejébe, vagyis hát két ráhajtásosnak a tetejébe úgy szintén készítek 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 5, majd ide jön egy pikó, 1, 2, 3, visszahurkolom. Oké. És utána ide, belülre megint jönnek a láncszemek. Ide először jön 1, 2. Jön egy pikó. 1, 2, 3. Visszahurkolom megint. És megint jön 1, 2. És megint egy pikó. 1, 2. 1, 2, 3. Visszahurok. És mehet tovább megint. Rövid pálca. Ennek a tetejébe 5 darab. 1, 2, 3, 4, 5, a 12 láncemre 12 darab, 1, 2, 3, ezt én nem is csinálom tovább. Igazából így haladok végig, 12 láncembe 12 rövid pálca, majd jönnek a pikók, ide ennek a tetejébe úgy szintén rövid pálca, pikó, két láncem, pikó, két rövid pálca, bocsánat, két rövid pálca, pikó, két rövid pálca, pikó, és így haladok teljesen körben minden résznél, ennél a résznél is, egyszerűen csak haladok simán tovább rövid pálcákkal. Beérek az utolsó rövid pálcával, és ide az alsó részbe egyszerűen lehurkolom, egy kúszó szemmel. Majd elvágom a zsinort a szokásos módon. Aki esetleg szeretné, készítsünk ide most egy 20 darabból álló láncemet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ezt én most ide visszahurkolom. És utána fogom elvágni a zsinort. Így. És ezáltal rögtön lett egy akasztónk is. Pluszban elkészült a csillag. Hát, ja, hú, ez egy jó nagy darab csillag lett, de biztos, hogy szép éke lesz majd a karácsonyfánknak. Hát igen, ez lett volna a ma horgolt csillagunk kis ablaka, a kis adventi kalendáriumunké. Remélem, hogy azért tetszik nektek. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Szerintem egy csodálatosan gyönyörű, szép csillag lett belőle. És tényleg azoknak, akiknek mondjuk kicsit nagyobb fájuk van, ebből egy 2-3 oda, fú, hát igen, nagyon-nagyon jól néz neki.
Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, és hogy ilyen kitartóak vagytok, hogy minden nap követtek, és alig várjátok az ablakokat, hogy nyíljanak. Hát higgyétek el, én is nagyon várom, amikor elkészül egy videó, hogy már megmutathassam és feltölthessem nektek, hogy lássam, hogyan készülnek a csodák. Szóval, hogyha továbbra is velem szeretnél tartani, akkor én várlak sok szeretettel titeket, és nagyon örülök neki, hogy itt vagytok tényleg. Ha úgy érzed, hogy neked is tetszett, kérlek nyomj egy lájkot, esetleg egy megjegyzést, és oszd meg másokkal is. És ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg, hogy továbbra is részese lesz ennek a csodának, amit együtt alkotunk. Szép napot kívánok nektek, jó alkotás, sziasztok!